Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az LHF. Megérkeztünk ide a Stonehill vidékre, arra a pályára, és ó, már is itt. Nekem akarnak jönni ezek a nagy kosok, na majd én megmutatom, hogy kinek erősebb a szarva. Ez az első vidék, első pálya, amit teljesítek a kézműves sárkányok birodalmából, és meg is nézzük, hogy itt mennyi mindent kell gyűjteni. Azt mondja Stonehill 200 értékű kincset és 4 sárkányt, úgyhogy már is neki látunk ennek, lesz mit csinálni, és itt még egy érdekesség is lesz a pályán. Egy tojás, egy sárkány tojás, de az majd akkor, amikor odaérünk. Most először ezt a kis kezdő helyiséget fogjuk kiputolni, minden ami itt van összeszedem. És utána pedig majd körülnézünk, hogy mit lehet még. Ó, itt van középen egy érdekesség, ide le lehet esni. Nézzétek csak, ho-ho, és ott egy sárkány is. Na majd később jövök oda, mert oda kell egy kulcs. Kell egy kulcs, mert ott egy érdekesség. Ó, annyi érdekesség van itt, nem is tudom már mondani nektek. Nos, nézzük akkor, hogy merre lehet itt menni. Ott van egy kapu, ott egy, és még ott van egy. Erre nem menjünk először erre, nézzük meg itt mi a helyzet. Hát ez csak egy nagy terem, ahol egy sárkány van. Jó van, de előtte itt összetörök mindent. Itt ezeket a ezeket a kincses ládákat, azzal is szét lehet ütni, hogyha rájuk fújok egy kis tüzet. De az ilyen fémeseket nem lehet, nézzétek. Ezeket nem lehet, csak pirosak lesznek tőle, úgyhogy neki kell mennünk így a nagy fejünkkel. Neki kell fejelni. Na nézzük, ez a sárkány kicsoda. Lindár! Na nézzük, Lindár mit mondott nekünk. When you free a dragon or step on one of their platforms, you're saving your progress. That could be useful if you run into trouble. Not that you ever run into trouble, Spyro. Hát igen, én sose kerülök bajba. Soha. Milyen kis kedves volt ez a sárkány. Na, akkor most pedig jöjjön ez a kapu. Nézzük erre, mi a helyzet. Szépen ezt az egyik, itt van kettő, és mit mutogattad itt a nagy izmaidat. Itt lesz egy élet. Milyen kedves ez a hang. És majd ott lesz a pálya vége, return home, tehát menjünk vissza az otthonunkba, azt majd a végén fogom használni, de előtte még nézzük meg Astor mit mond nekünk. After you freed all the dragons, pass through this fancy vortex thingamajigger. It'll take you back to the artisan home. But first let me tell you a story. No thanks. See ya. See ya. Na, itt még volt valami? Aha, itt még volt. Igen, és akkor... Aha, itt van. Itt egy dolog, amire egy darabig nem jöttem rá, de hogy így, ha megnézzük, hogy nézzétek, milyen szép is tenger van, és hogy ott csillog valami. Itt erre gondoltam, és úgy ide le lehet jönni a partra. Erre én nem gondoltam meg egyébként, amikor először még játszottam, hogy na, ide a partra lehet jönni, de egyébként ez nagy titkosság, mert itt egy barlang, és ott lesz az a kulcs, amiről én itt beszéltem, itt is van. Hát, ha fel tudom menni. Így, és akkor most ezeket is széttörem. Vannak benne jó kis pontok. Azt mondja, kettő is, meg öt is. És akkor, nagyon gyorsan neki mentem a víznek. És amit az előző videóban mondtam, hogy milyen színű lesz Sparks, látjátok, most sebződtem egyet, most már kék lett. De mindjárt orvosolom ezt a problémát, hogyha ilyen kis állatokat, hát likvidálok, vagy szegény kis bárányokat így megfújom, akkor egy lepke lesz belőle, amit ha megeszik Sparks, akkor újra visszanyeri a színét. Vagyis újra megkapom az életemet, hogy meglegyen, amennyi kell. Na és akkor ide a leesünk, akkor itt van ez a sárkány, néhány drága kő, és ott van egy ilyen lezárt, lakatos láda, amihez kell a kulcs. Ide jövök, oda adom a kulcsot, és akkor itt lesz benne jó sok pontszám, kincs, így mindet felszedem, na és akkor, ha már itt vagyunk, akkor a sárkányt is felé leszük, Gavin. Watch the dragonfly, Spyro. His color indicates his power. When he eats butterflies,
stay strong. Like me. Sure. Igen, éppen erről beszéltem, hogy a színe, az erőssége a Sparks kis segítőnknek. Na és akkor még mi maradt ki? Azt mondja, hogy mentünk már arra, majd arra, akkor itt ez az irány maradt, már csak hátra. Így felszedjük, úgy van. Ha, halljátok ezt a nevetést? Na, ilyen hangot ad ki. Az itt lesz valahol fönt, de előtte még ide le. Itt, ott a föntre gondolok, nézzétek. Hogy ott fönt, fölötte. Ott azon végig fogunk szaladgálni, még kergetézni, mert ő ellopta a tojás bizonyára, az izgalmas lesz, és hát akkor lesz izgalmas, hogyha nem kapom el elsőre. Mert egyébként mindig csak úgy kötekszik valami, és akkor... Na, majd meglátjátok, miről beszélek, közben én itt legyőzöm ezeket az ellenfeleket, és megszerzem tőlük a szükséges kincseket. Vissza kell szerezni a kincseket. Hó, mit tetszik csinálni Pásztor bácsi? Vagy nem is tudom pontosan a foglalkozását, de a lényeg az, hogy a kincsek már itt megvannak. Ha jól látom, erre még? Erre már nincsenek. Jó. Akkor itt megvan az összes kincs, ha nem tévedek. Ott lesz még, de az egy jelzés nekünk, hogy onnan fentről át sikjunk oda. Úgyhogy, várjátok, csak ott láttam most. Ha, ott van fönt az a kis kékecske. Ott. ott van nála tojás is. És ott kedekszik, hogy ne. De mi akkor menjünk is fel, és kapjuk el a grobancát. Na, előtte itt lesz még egy sárkány, igen, illetve egy kincs. Így, akkor a sárkányt felélesszük. Kiszabadítjuk Gildaszt. Sparrow, my friend, how about a hint on gliding? You bet. For the longest glide, press the X button at the top of a jump, and try pressing the triangle button to drop down in mid-flight. Igen, ezt elég sokszor fogjuk használni, ezt a technikát, és hogy mondtam, ott az egy kis jelzés, hogy innen el tudunk odáig repülni, így, és háromszöggel megállhatunk, így bizony. Na most akkor pedig, ott arra láttuk azt a kis fickót, azt a tolvajt, aki elrabolta a tojást, és mi pedig utána fogunk menni. Csak először szépen lassan jövök, azért, hogy megnézem, hogy ott van, megmutassam. Nézzétek csak, ott fogja a tojást. Na most ilyenkor elkezd majd szaladni, hogyha közelébe megyünk, úgyhogy én egyből így meg akarom öklelni, hogy elkapjam. Nézzük, sikerül. Ó, menj, látjátok milyen gyors? Gyerünk, úgy, azt a, gyerünk, meg lesz. Jajaj, azaz, sikerült neki menni. Ó, és közben ott baloldalt látom, hogy ott hagytam egy dolgot, amit szét kell öklelni. Hát, szép vagyok. Itt hagyok én mindent, lényegben, most jöttek fel megint. Én nem figyeltem. Nos, semmi baj, hiszen már 180-nál tartunk, úgyhogy már nincs sok hátra. Körülnézek még egyszer, hogy itt hagyjak valamit. Az ott hátul elbújt, de... észrevettem volna, semmi baj. Lényeg, hogy megvan a tojás is. És akkor most már mehetünk tovább, ahogy itt folytatjuk. Igen, itt összeszedtük, és van itt ez a kis vár, és ott van a pálya végét jelentő portál, ami visszavisz minket. De ennek a épület környékén még lesz néhány drága kő, de előbb még eljövök erre, hogy itt a fák között is találok-e. Találok bizony. Igen. Most ha erre jövök, erre az irányba, akkor még itt vissza lesz itt. Igen. És ezek az oszlopok pedig a pályának a szélét jelentik. Látjátok, így nem lehet tovább arra menni. És itt szerintem már nem is lesz semmi, mert itt csak kergetőznénk azzal a tolvajjal, úgyhogy jövök vissza, és itt erre kerülöm meg a pályát. Hát ott kezdtük igazából, az volt a kezdőhelyiség, és onnan mentünk át a különböző kapukon. Most itt vagyunk így a szélen, így fent. Jó, itt van még a kincs. Aha, és még ott is lesz azoknál a fáknál. Jó, így megkerültük ezt, jól van. Arra még lesz, erre. Nem tudom, de körülnézek. Biztos, ami biztos. És akkor most pedig itt jövök ide föl. Aha, itt lesznek még remélhetőleg. Mindegyik meg lesz. 200
kincs kell, és már közel járok. Itt van még, ott. Mennyinél tartok? 196. És pont nincs meg. Valahol egy kettest elhagytam. 198. Ja, itt volt, jól van. Azt hittem, hogy kettes kimaradt. Na, 200 per 200. Akkor nézzük csak meg, hogy állunk. Azt mondja... Igen, megvan a tojás. 200 per 200, 4 per 4, 6%. Rendben van. Akkor ezzel a pályával kész vagyunk. Visszatérünk az otthonunkba, és majd a következő vidékre megyek a következő videóba. Találkozunk legközelebb.